Minden évben október 15-én indul a fűtési szezon. A balesetek elkerülése véget érdemes átnézni a fűtőberendezéseket, gondoskodni karmantartásukról. Ha lehet egy ilyen hármas aranyszabályt felsorolni a téli időszakra vonatkozóan, mint egy jó tanácsalakosoknak, akkor az a gyakori szellőztetés, tehát a friss levegőről folyamatosan gondoskodjanak, a tüzelő fűtőberendezést feltétlenül minden évben vizsgáltassák át egyébként egy szakemberrel, valamint a kéményeket is a szilárd fűtőberendezések esetében évente vizsgáltassák felül, még a gázüzemű tüzelés fűtőberendezés kapcsolatában pedig két évente végeztessék el ezt a karbantartást. A kéményseprőket egyébként a 18-18-as telefonszámon a 9.1-es menüpont alatt lehet elérni. Nagyságrendileg két-három hetes átfutási idővel kell számolni. Ezért a katasztrófavédelem védelem munkatársai kérik a lakosságot ezek minél előbbi átvizsgálására. Ezek a sziasztakályhák, ezek pedig nyílt égésterű tüzelőfűtőberendezések minősülnek. Nagy kongyiban is egyébként a közelmúltban volt erre példa, hogy például ez szolgáltatta az otthon melegét, olyan formában, hogy a konyhába telepítették ezt az eszközt, valamint kinyitották az ajtókat, és miután elhasználta egyébként ez a készülék a szobában, a levegőjében található oxigént, innentől kezdve a szénmonoxid is, mint veszélyes gáz, mint láthatatlan gyilkos, ezzel is számolnunk kell. Tehát itt is nagyon fontos ezért is, amit említettem, a szellőztetés. Tanácsos egy jó minőségű szénmonoxid érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert nem biztos, hogy időben jelzik a problémát, emellett egy hamis biztonságérzet illúzióját teremtik meg.